Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, akik most nem itt a Szent Atanász Szent Péter terem aulájában vannak, hanem kiki otthon a maga készüléke mögött, de most már lassan megszoktuk ezt a formát. Ma Pap Miklós atyának az előadását fogjuk hallgatni, ő követni, ő jól ismert személyiség, nem csak az egyházunkban, hanem most már egyre szélesebb körben. Budapesten él, a Szapiencia főiskolán tanít morálist, most tanszékvezető lett éppen a közelmúltban, és nem csak egyetemi előadásokat tart, hanem számos olyan lelkitartalmú előadást, amellyel sokunknak segít. Beleértem mondom magamat is, én is nagyon sokszor tanulékony lélekkel, lelkesedéssel hallgatom az ő előadásait. A mai napon a Házasság a keleti kereszténységben címmel fog majd előadni. Ő majd részletezi, hogy miről is lesz ebben szó. Én is izgalommal kíváncsian hallgatom, és egy 60 perces előadás lesz. A végén néhány kérdést is lehet föltenni majd, de aki nem jut szóhoz esetleg a kérdés föltevésben, később is leírhatja a kérdéseit. Hogy ez a mai előadás valóban Isten akarata szerint sikeres legyen, hogy az előadót is megnyugtassuk, és a mi szívünket is ő maga nyissa meg, hívjuk a Szent Lelket segítségül. Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében, amen. Mennyei Király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje, és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Miklós atya, tied a szó, tied a pulpitus, hallgatunk szeretettel. Dicsőség Jézus Krisztusnak, főtisztelendő érsek atya, tisztelt hallgatók, azt a témát kaptam, hogy a házasság szentségéről beszéljek a keleti teológiában. Amikor erre a témára készültem a ma esti előadásra, tegnap este az előszenteltek liturgiáját végezve, rendkívül megérintett az, hogy miről is fogok én most itt beszélni, és miről fognak hallani a tisztelt hallgatók. Arról az agapéról szeretnék beszélni, arról a szent agapéról, amit a házastársak egymás között, egymás körül éreznek, megélnek, ami egybe tart évtizedekig házasokat, ami arra teszi képessé a házasokat, hogy gyerekeknek adjanak életet, neveltetést, keresztény kultúrát, arra teszi képessé a házasokat, hogy életük vége felé akár pelenkázzák egymást, ha valaki beteg, ha valaki alkoholista, akkor tudjanak rá várni évekig, évtizedekig. Azt a szent agapét fogjuk most körüljárni, ami a házasok között fel tud ragyogni. És amikor az előszenteltek liturgiáján a szent eukarisztiát vittem a kezemben, körmenetben, arra gondoltam, hogy ugyanezzel a hódolattal, ugyanezzel a tisztelettel kellene a mai témát, a házasok agapéját elővenni. A másik, amit szeretnék bevezetésként mondani, hogy hát mivel ez az előadás, ez visszanézhető, visszatekerhető, nem leszek lassú. Tehát nem baj az, ha kétszer meg kell nézni, és lesznek olyan részek, ahol gyorsan fogok tovább lépni, érdemes lesz talán kétszer is megnézni. Bevezetésként annyit szeretnék mondani, hogy az első filozófia órán, amin életemben részt vettem, a filozófia professzorunk elkezdett arról beszélni, hogy képzeljük el, hogy filozófia órán besétál egy macska, és itt filozófia óra folyik. És ez a macska, az nem veszi észre azt a töbletet, azt a légkört, hogy itt filozófia óra folyik. A házasság, a szentségi házasság ugyanilyen, ahogy a Diognétosz levél írja a második században, hogy a keresztények ugyanolyanok, mint a többi. Ugyanúgy házasodnak. Egy fedél alatt élnek, gyerekeket nevelnek, dolgoznak, adót fizetnek, ugyanúgy vagyunk rákos betegek, ugyanúgy küzdünk.
És a keresztények körül mégis van egy más légkör, amit a macska nem vesz észre. Na, erről a szentségi házasságról szeretnék beszélni, hogy a szentségi házasság az nem egyszerűen polgári házasság, egy kis szentelt vízzel, bocsánat, hanem ez egy más légkör. Erről a többről, erről a szentségről szeretnék beszélni. Aztán fontos a bevezetésként megemlíteni azt, hogy a keleti és a nyugati szempontok sokban hasonlítanak és olykor különböznek, de csúcs szinten azt látjuk, hogy a keleti és a nyugati teológia csúcs szinten olyan szépen összefésülhető, olyan szépen összeér. Kicsit azt látjuk, hogy a nyugati teológia a teológiát szétszedi részekre. Van dogmatika, biblikum, morális, liturgia, spirituális, szétszedik részekre a teológiát, és néha félő, hogy ezt nem tudják aztán egybe összerakni, meg tud az történni szakteológussal is, hogy szakember a maga területén, legyen az akár dogmatika, liturgia, és a morális életvezetése bizony kívánalmakat tart. Meg tud az történni, hogy az ember nem tudja összeilleszteni a teológiai tárgyakat, még egy teológussal is. És házasokkal is meg tud történni, azt mondják, hogy éljük a mi magunk házas életét, de a teológia, a dogmatika, ahhoz ennek semmi köze. A teológia az távoli az én házas életemtől. Na ez nem jó. Tehát ha szétszedjük a teológiát részekre, félő, hogy utána nem tudjuk összerakni, és a hittani kongregáció is az asztalra csapott, és azt mondta, nincsenek teológiák. Jaj, nekem csak valami spirituális teológiát tessék adni. Nincsenek teológiák, teológia van. A keleti teológia az pedig ilyen holisztikusabb akar lenni, tehát nagyban akarja látni. Nagyon sok keleti teológiai főiskolán nincsenek is teológiai disziplinák, hanem teológia van. Tehát nincs külön morális, meg pasztorális, hanem teológia van. Ennek az előnye az, hogy megőrzi a keleti teológia holisztikus látásmódot, viszont a hátránya az, hogy igenis a részletekre olyan finom rálátása az nehezebben van, ezt a Covid is mutatja. Tehát, hogy az az izgalmas, hogy keleti és nyugat, a kicsit kétfajta szemléletmód magas szinten összefésülhető, összeér, hogy az a jó, ha a teológiának megőrizik a holisztikus látásmódját, és a részletekre is oda tudunk figyelni. Amiről most szeretnék vetíteni, hogy tulajdonképpen a görög-katolikus, a magyar görög-katolikus esketési szertartást vegyük végig, és ennek nézzük meg a különböző teológiai jelentéseit, a dogmatikát, a biblikumot, és főleg a morálist, amit én szeretnék hozni. Nem egyszerűen magamtól találtam ezt ki. Az Egyesült Államokban él egy Stanley Harakász nevezető, egy görög származású professzor, zseniális professzor, és neki van egy igazi ínyenc írása arról, hogy a nagy hét szertartásait veszi végig, és annak a morális következményeit, applikációit vonja le. Gyönyörű szép írás, a nagy hét szertartásainak az etikai következményei. Na, ugyanezt fogjuk most megtenni, hogy az esketési szertartás fő mozzanatait vesszük végig, és azoknak keressük mindig a majd az etikai következtetéseit is. A keleti teológia mindig is hangsúlyozza, hogy a liturgia az a teológiának a forrása is. Tehát nem egyszerűen arról van szó, Schmemann ennek a nagy embere, hogy van a teológia elefántcsontoronyba, és mellette van a liturgikus teológia, hanem azt mondja Schmemann és a keleti teológia, hogy a liturgia magának a teológiának a forrása is. Tehát, hogy érdemes a liturgiát nézni, a szertartásainkat nézni, és abból teológiát következtetni. Hát, ha elkezdjük ezt a nagy utazást, ez mindenkinek hasznos lesz. Jegyeseknek is, egy féljegyes oktatás lesz a mai este, diákoknak, fiataloknak is, hitoktatóknak is, papoknak is, hiszem azt, hogy szerzeteseknek is. Mindenkinek érdemes lesz ezen egy kicsit végig utazni, hogy a görög katolikusoknál hogyan történik a házasságkötés liturgiája. Hát azzal kezdjük, hogy megállunk a templom ajtóban, és ki kell mondani azt, hogy akarom a juliskát, addig nem megyünk sehova, ki kell mondani a szabad akaratot. Izgalmas módon a keleti esketési szertartásnak ez nem volt szervesen a része. Vannak ma is Görögországban részek, ahol ez nincs ott a szertartásban. Kicsit azt látjuk, hogy kelet és nyugat máshová teszi a hangsúlyt. Úgy alakult az évszázadok alatt, hogy a nyugati teológia a konszenzusra, a beleegyezésre teszi a hangsúlyt, és a felek egymásnak szolgáltatják ki a házasság szentségét. A keleti teológia pedig jobban arra a koronázásra, hogy a pap szolgáltatja ki ezt a szentséget is. Azért mondom, hogy úgy látszatra, mert Szabó Péterünk írt erről egy szép írást, hogy olyan 1200 évig nem voltak ezek így ennyire kisarkítva.
egy kicsit, mikor sarkított, akár kelet, akár nyugat, mindig a másik ellenében sarkított, de megint azt látjuk, hogy magas szinten a kétfajta gondolkodás összeér, igenis azt látjuk, hogy kell a szentség felvételéhez természetesen a konszenzus, ki kell mondani azt, hogy én akarom ezt a szentséget. Mit kell kimondani? Hát minden szentségben maga az Isten cselekszik, a keleti teológia ezt akarja jobban hangsúlyozni, hogy nem a felek egymásnak, hanem hogy minden szentségben maga Isten cselekszik. Ezt a nyelv úgy őrzi, hogy a passzívum divinumot használjuk, ami azt jelenti, hogy megkereszteltetik Isten szolgája. Nem azt mondom, hogy én, mint pap, téged megkeresztellek, hanem megkereszteltetik. Az esküvőnél pedig azt fogjuk mondani, hogy megkoronáztatik. Tehát, hogy maga az Isten a cselekvő a szentségben, a keleti teológia ezt mindig jobban őrzi. Ezért szeretném markánsan kijelenteni, amit a keleti jog kijelent, hogy a görög katolikusok házasság kötéséhez a pap, a felszentelt pap és a megfelelő szertartás elengedhetetlen. Ezt hangsúlyosan mondanunk kell, itt nem arról van szó, hogy pap Miklós vagy bárki szigorú, hanem keleten ez úgy alakul, ahhoz, hogy egy görög katolikus érvényesen szentségi házasságot kössön, szükség van fölszentelt papra és megfelelő szertartásra. Tehát nem csak a pap passzívan jelen van, hanem megfelelő szertartásra. Ez különösen azoknak a jegyeseknek kell hangsúlyoznunk, akik gondolkodnak azon, hogy melyik templomba kössünk házasságot. Hogy görög katolikusoknál ez nem annyira fakultatív, hanem mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a híveinket szeretnénk ünnepélyesen megáldani, és a görög katolikus érvényes házassághoz szükség van papra, fölszentelt papra, nem is diakónusra, és megfelelő szertartásra. Miért? Azért, mert a szentséget Isten cselekszi, és ezért ragaszkodunk ehhez. A teológia természetesen hangsúlyozza, hogy itt szünergiában cselekszünk, tehát szövetségben cselekszünk. Ez megtisztelő, tudjuk, hogy a pantokrátor, azért raktam ide ki a pantokrátor képet, hogy a mindenható pantokrátor rád bízza, hogy kivel akarsz házasságot kötni. Tehát, hogy Isten cselekszik a szentségben, de a te beleegyezésed az kell, tehát, hogy szövetségben cselekszünk. A szövetségben cselekvés nyilván a Biblia tárja föl nekünk, hogy Isten így akar az emberrel cselekedni, így akar vele együttműködni, és ez megtisztelő a számunkra. Tehát két végletet akarunk elkerülni, az egyik az, hogy itt az ember cselekszik, és ehhez kéri az Istennek, mint egy dzsinnek a segítségét, hogy nekem ilyen és ilyen terveim vannak, és az Isten úgy ugráljon, ahogy én fütyülök. Ezt kerülni akarjuk, hogy itt az ember csinálja a szentséget, és az Isten ehhez, mint mágikus eszközként akarja bevonni. És azt a végletet is kerülni akarjuk, hogy Isten eldöntötte, hogy ki kivel lesz házas. Hogy meghagyja az embernek ezt a szabadságot, hogy kivel akarsz házasságot hozni, azt, ha idehozod az oltár elé, azt jól megáldjuk, de meghagyja ezt a szabadságot. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jól megvert az Isten a Bélával, hanem lehet, hogy te választottál nem túl jól. Meghagyja az Isten ezt a szabadságot, hogy szünergiában cselekszünk. Ez egy örök misztérium marad, mégis azt mondom, hogy az Isten képiségünk méltóságához az tartozik, hogy nem üdvözít minket Isten a fejünk fölött, a megkérdezésünk nélkül, a döntéseink nélkül, hanem bevon minket ebbe a drámába. Így morálisan azt kell mondanom, ha be vagyunk vonva a szentségbe, nekem kell kimondani az igent és a nemet a templom ajtóban, ha be vagyunk vonva, akkor a szubjektív oldalt komolyan kell venni. Hát itt lenne mit tennünk. Tehát arról van szó, hogy a keleti egyház is majd 2000 éve kicsit, mintha védekező pozícióban lenne, sokat beszélünk arról, hogy a szentség akkor is érvényes, ha azt egy bűnös pap szolgáltatja ki, vagy nem olyan szimpatikus pap, hogy a szentség érvényes, és az érvényességi oldalra sokat tettük a hangsúlyt 2000 éve, fontos lenne a szubjektív oldalt is elővenni. Tehát ahhoz, hogy fölvedd a házasság szentségét, ahhoz neked szubjektíve föl kell készülni, és itt nagyon szeretnék mindenkire rászólni, hogy Meyendorf úgy mondja, hogy az egyház nyújtja a teljességet, a házasság szentségének a teljességet, az agapét nyújtja, de azt át kell venni. Tehát nem mágiáról van szó, hogy a pap megáldja a házasságunkat, és az nyugdíjig működni fog, hanem itt szinergia van, az ember be van vonva. Ez
pont olyan, mint amikor eukarisztiára készülünk, szentáldozásra, bocsánat, hogy ilyen szavakat használok, de ahhoz, hogy hatékonyan áldozzak, hatékonyan átvegyem a kegyelmet, ahhoz nekem föl kell készülni. És a házasság szentsége ugyanilyen, és azt kell mondanom, hogy akármilyen készülettel, hogy meri az ember azt remélni, hogy a kegyelem teljességét átveszi. Nem készül a házasságra, bűnös módon él a házasság előtt, nem készíti a kommunikációját, a képzését, a nem tudom, etikusan is. Bocsánat, mocskos kézzel odaáll és kéri a nagy kegyelmet. Tehát a szubjektív oldalt komolyan kell venni, az egyház nyújtja a szentség teljességét, de neked arra föl kell készülni, hogy át tud venni. Ezért ide tartozik az, amit mond egy teológus, hogy a házasság előtt a jegyeseknek is olyan életet kell élniük, mint a szerzeteseknek. Nagyon szépen összeél a kétfajta. Egy kicsit majd házasként is a szerzetesektől átveszünk egy-egy dolgot, böjtöt, vagy a nagy hétnek a hosszú szertartásait, de hogy itt esküvő előtt is ez megjelenik, hogy meg kell tanulni uralkodni a szenvedélyeken. Meg kell tanulni eljutni tiszta döntésre, tiszta házassági döntésre, hogy ezt érdemes komolyan venni, az egyház nyújtja a szentség teljességét, de neked szubjektíven arra föl kell készülni, hogy át tud venni azt a teljességet. És hadd mondjak ide még egyet, egy pszichológus magyarázta el nekem, hogy pontosan a legjobb hívők képesek beleülni a házasságba. Tehát azt gondolják, hogy én is komolyan gondolom a házasságot, a párom is, a pap is jól megáldott minket, és képesek beleülni, úgy se akar elválni, én se akarok elválni. Míg egy olyan kapcsolatban, ahol mindig benne van a pakliban, hogy apukám, ha nem viselkedsz, itt hagylak, ott van a levegőben, hogy viselkedni kell. És nálunk pontosan a legjobb hívőkre kell rászólnom, hogy a szentség nem elkényelmesíteni akar, hanem noszogatni. A szentség pontosan inspirálni akar, követelni akar, hogy szeresd az agapé szerint a párodat. Tehát pont nem ellustulni kellene, azért, mert hiszünk abban, hogy szentséget fölvettük. Ez pont nem elkényelmesíteni és ellustítani akar, hanem inspirálni, noszogatni, hogy minél inkább agapéval szeressük a párunkat. A templomajtóba állunk, igent kell mondani, és az az izgalmas, hogy amikor ott a templomajtóba állunk és igent mondunk, nem úgy kezdődik a történet, hogy én igent mondok a házasság szentségére, és várom, hogy az Isten is erre igent mondjon, majd ott az oltárnál, hanem fordítva van. Előbb Isten igent mondott a házasságra, már a paradicsomban. Keleti atyák erről nagyon sokat írnak, hogy a házasság isteni alapítású, már a bűnbeesés előtt ott volt. Isteni alapítású. És Isten igent mondott magára a házasságra, a páromra is, rám is, és én ebbe az igenbe kapcsolódok be. Ez nagyon izgalmas, hogy a szentségi házasság nem azt jelenti, hogy mi egymásra igent mondunk, és az Isten ezt áldja meg, hanem fordítva van. Istennek van egy nagy igenje, és mi ebbe kapcsolódunk bele. Ezt Ziziulász atya úgy mondja, hogy a szeretet előbb ontológiai és aztán etikai. Tehát előbb van az Istennek a nagy igenje, és azt teszi lehetővé az én kisebb igenjeimet. Na most ez miért fontos egy szentségi házasságra? Hogy a szentségi házasság azt jelenti, hogy állandóan az Isten igenjében élünk. És ettől tudok igent mondani minden napra, amikor nincs kedvem fölkelni, mindig a feleségemre, a gyerekeimre, a nehéz helyzetekre is. Azért tudok igeneket mondani, mert egy nagy igenbe állunk. Na ez a többlet. Hogy fontos a pszichológia, fontos a kommunikáció elmélet, a humántudományok, ezek mind segítik, hogy szépen éljünk házasságban. De ez nem elég. Amint a szentségi házasságnál van egy többlet, egy nagy keret, Istennek ez a nagy igenje. Ettől több a szentségi házasság. Ha igent akarsz mondani a párodra egy életen át, és minőségi igent, akkor azt mondom, előbb mondj igent Istenre. Ezt Krisztus Urunk ki is mondja, aki jobban szereti apját, anyját, házastársát, nem méltó hozzám, hogy ha igazán jól akarod szeretni, akkor előbb szeresd Istent. A 10 parancsot, a kőtáblákat, ha moralisták rendeznék el, az úgy néznek ki, hogy az elsőn van az első parancs, a másodikon az összes többi, hogy a legfontosabb, hogy szeresd az Uradat teljes szívedből, teljes elmédből, és akkor fogod tudni szeretni a párodat, a gyerekeidet, sőt, még az ellenséget is.
Tehát a főparancsoknál is Krisztus így mondja, előbb szeresd uradat Istenedet, aztán jön az összes többi. A morálisban tehát azt mondjuk, hogy az etikai szeretet az beágyazott az ontológiai szeretetbe. Na az az izgalmas, hogy nem csak igent kell mondani, hanem ott a templom ajtóban nemet is kell mondani, nemet minden más lehetséges jelöltre, és ez fontos, ez a nem. Tehát a liberális világ nagyon hozzászoktat minket, hogy mindent választhatsz, és minden úton mehetsz, és mindenbe belekóstolhatsz, hogy nemet is kell mondanunk az összes többi jelöltre és összes többi lehetőségre, és szeretném azt mondani, hogy ezek a nemek, ezek minket egész életünkben kísérni fognak, sőt, kísérteni fognak, hogy bezzeg a Hufnagel Pistát vettem volna, tehát hogy ezek kísérnek és kísértenek minket a nem választott utak. És egész életünkben a nem választott utakkal békét kell kötnünk. Ez egy folyamatos munka, és itt kezdődik a templom küszöbön, hogy el kell kezdened nemeket is mondani, nem csak igent a házastársadra, hanem nemeket is mondani folyamatosan. Ugye eszembe jut Tolsztojnak a házassága, akinek elég viharos volt a házassága a feleségével. Tolsztoj egy zseni volt, nem csak író, hanem filozófus, teológus is volt, szociális reformer, tehát egy zseniális ember volt, és naplójába írja egy helyen, olyan sajnálkozva nézi a feleségét, hogy nem tud vele tartani minden területen. És ezzel békét kell kötni, hogy minden területhez nem tud felnőni az ő felesége. Szóval ez egy folyamatos küzdelem bennünk, hogy a nem választott utakra mondjunk nemet. Aztán őszinte és folyamatos igent és nemet kell mondanunk, fontos az őszinteség. De csak egyet hadd mondjak, hogy olyan nincs, hogy a templom küszöbön úgy állunk, meg papszentelésnél is, meg minden fontos döntésnél, hogy 100%-osan én eldöntöm. Ilyen nincs, hanem igenis hatással vannak ránk. A barátaink, a szüleink, a sok mindenki más hatással vannak ránk, de azt tartom nagyon fontosnak, hogy egy mustármagnyi őszinte igen legyen a részedről. Az a mustármag az fog tudni növekedni a házasságban majd, 100%-osan teljesen, ki látja, azt a jó Isten látja, de valamennyi őszinte igen legyen, hogy te állsz ott, és ezt én akarom, és én őszintén akarom. Ez a házasság megújulásához nélkülözhetetlen lesz, hogy az őszinte legyen az az igen, és hát, hogy ez folyamatos, ez egy élethossziglan tartó. Na, itt derül ki, hogy a keleti teológia hogyan gondolkodik a szentségekről. Georgios Manzaridisnek, ő egy Thessalonikiben tanító görög teológus, azt írja, hogy az Isten képiségnek a keleti fogalmát azt át kell vinni a szentségekre is. Magyarul, Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett minket, ez azt jelenti, hogy a kép az egy statikus adottság, az van, azt nem lehet elvenni, ez a személyes méltóság. Ezt nem lehet lerombolni, elvenni, elveszíteni, nem ember adja. Isten képére van mindenki teremtve, a hasonlatosság pedig moralitást jelent, hogy úgy is kell élned, hogy ezt minél jobban kibontsd, megvalósítsd. Tehát az egy folyamat, a hasonlóság. Ha ezt átvisszük a szentségekre, ez azt jelenti, hogy amikor megkeresztelkedtem, akkor beírták, hogy meg van keresztelve március 19-én, az egy statikus. És onnantól kezdve egész életemben igyekszem fölvenni a keresztség szentségét. Egész életemben igyekszem megkeresztelkedni. Most a házasságnál ugyanez, be van írva, hogy házasságot kötöttél július 26-án, az beírjuk, az anyakönyvbe bekerül, az egy szöveg, kép, és a hasonlatosság az élet hossziglan tart, igyekszem egész életembe feleségül venni a feleségemet. Tehát a szentség az nem egyszerűen egy jogi történés, egy szakaszváltás, az is kép. De hogy itt van egy dinamika is, egy állandó feladat. Tehát megint a jó házasokra kell rászólnom, hogy bele ne üljenek a házasságukba, hanem igyekezzenek egyre jobban feleségül venni a házastársukat. A házasság szentsége ezért egy élethossziglan tartó esemény egész életünkben tart, és nem azt mondjuk, ahogy olykor a nyugati teológia, amíg a halál el nem választ, hanem amíg a halál végleg nem egyesít minket. Na, küszöb után végre induljunk el. A bevonulás a templomba az a 127. Zsoltárnak a szavaival kezdődik. Ezt régen a leviták énekelték, amikor vonultak, ez egy zarándok ének, vonultak a szentély felé. És most is énekeljük az ifjú párral, vonulnak az új szövetségi szentély felé, és ahogy így vonulnak, a mennyei Jeruzsálemet idézzük meg. Így ez a Zsoltár, ez már fölemeli az ifjú párt, hogy itt nem egy humanista,
horizontális szerződés történik, hanem itt fölemelkedés is történik az ontológiai szintre, Istennek a szintjére. És azt énekeljük közben, boldogok, akik az Urat félik. Mi jelenik meg ebben a sorban rögtön, hogy az igazán boldogok az Isten félők. Ez minden Zsoltárban megjelenik, az Isten félelemre nincs jó magyar szavunk, ez igazából tiszteletteljes bizalmat jelent. Tehát nem rettegést meg szorongást, hanem nem bratyizzuk az Istent, egy mély tiszteletet jelent a végtelen szeretet felé, egy mély tisztelet, de ez egy bizalomteljes tisztelet. Hogy ez a bölcsesség és ez a boldogság. És azt kívánjuk, hogy ezen a páron ez teljesedjen be, és ennek minden jó áldása. A feleséged a termékeny szőlőtől legyen gyermekeid és javaid, áldjon meg az Isten gazdagon, ezt kívánjuk az ifjú párnak. És még nyilván eszünkbe jut, ha azt mondjuk, hogy boldogok az Isten félők, és kívánjuk nektek ezt a boldogságot, eszünkbe jut az, hogy ennek van egy új szövetségi beteljesedése, a 8 boldogság Krisztus Urunkban. A 8 boldogságot azt kérem, meg kell tanulni. Minden házasnak meg kell tanulni. Nekünk görög katolikusoknak ez a déli imádságunk. Amikor megszólal a harang, akkor ezt el kell dúdolni magunkba, ezt meg kell tanulni. Azért is, mert amikor meghalunk, akkor ezt fogják a temetésünkön elénekelni. Most teljesedik be ezen az emberen a 8 boldogság, és úgy élt. Tehát nehogy már csak a temetésemen hangozzon el fölöttem a 8 boldogság, hanem egész életemben a 8 boldogság bűvületében kell élnem, akkor leszek igazán boldog. Mi van a 8 boldogságban? Azt kell itt meggondolni, hogy meghal egy naív boldogságkép, egy naív eudaimonizmus, hogy az Isten azért van, hogy nekem minden rendben legyen az életemben. Nagypénteken ez meghal, és kapunk egy új boldogságképet. Én ezt így fogalmazom meg, hogy Krisztussal, hogy az atyámtól akart helyemen szeretek, ettől vagyok boldog. Tehát ebben benne van, hogy az atyámmal ezt mi átimádkozzuk, átbeszéljük, engedelmeskedem, keresem a helyemet, és ott nem csak passzívan vagyok, még ha éppen keresztre feszítenek akkor sem, hanem aktívan szeretek. Tehát az a boldog, aki megtalálja az atyától neki tervezett helyet, és ott aktívan szeret, bármilyen élethelyzetben is van. Na ezt kívánjuk az új házasoknak. 2016-ban volt a krétai ortodox szinódus, és ott egy Kapszanis nevezetű archimandrita azt mondja, túlságosan amerikai életmódot élünk. Ez a jólét. És Ferenc pápa, csak hogy keletet is nyugatot mindig összeilleszem, mondott egy kemény mondatot nekem is, azt mondja, az evangéliumi élet nem polgári jólét. Azt látjuk egész Kelet-Európában, ki vagyunk éhezve a polgári jólétre. Jól tudjuk, keresztény nagyapáinkat elnyomták, elvették mindenüket, és mi mindannyian azt próbáljuk, hogy gyerekeinknek jobb legyen. Egész Kelet-Európa ezt csinálja, hogy egy kicsit a jobb jólétre törekszünk, mert már ki vagyunk rá éhezve, és megérdemelnénk. És azt kell mondanom, hogy tévesek azok a prédikációk, amikor az ifjú párnak ezt kívánom, hogy jólét. Nem ezt kívánom, hanem Krisztus boldogságát, azt a 8 boldogságot, azt kívánom nekik. Tehát ha megkérdezik tőlünk, hogy boldogok vagyunk-e, az a jó válasz, hogy már igen és még nem. A 8 boldogságban ez van benne. Boldogok már boldogok az Istentől, nem attól, hogy üldözik meg sírnak, nem vagyunk mazoisták, hanem akik boldogok, ők már az Istentől elteltek és boldogok, és nem baj, ha közben üldözik őket, vagy szegények, hanem ők úton vannak még a beteljesedés felé. Tehát ha megkérdezik, hogy boldog vagy-e, az a jó válasz, hogy már igenis, még nem. Már lehet boldognak lenni, de még úton vagyunk a beteljesedésünk felé. Na ezt a fajta boldogságot kívánjuk, ahogy vonul a pár be a szentély felé. Aztán az első mondata az eskető papnak, hogy áldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek országa, a Szent Háromságot idézzük meg. Rögtön eszünkbe jut Rubjovnak ez az ikonja, amit minden házaspárnak ki kellene tenni. Ugye azt mondja egy szerzetes, hogy ha ezt az ikont minden nap néznénk egy fél órát, nem lenne a Földön többé háború. Talán a házasságokban sem. Ezt nézni kell, ezt szemlélni kell, folyamatosan rendkívül gazdag ez az ikon. Ezt az agapét, ami ott közöttük van, ezt az agapét akarja a házasság megélni. Áldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek országa, a liturgián kezdődik így, hogy mi most ahhoz az agapéhoz és az eukarisztiához akarunk csatlakozni, ami ott a liturgián történik. Nagyon fontos, hogy
A Szentháromság neveit, azt Szentháromságnak egyáltalán létét, azt mi vízkeresztkor tudtuk meg, akkor történt a teofánia, és én jobban szeretem ezt az ikont, ez az ősibb ikon, amíg a Rubjov ikon nagyon nem terjedt el, ez az ősibb Szentháromság ikon, és én ezt jobban szeretem, az Atya titokzatossága jobban ott van, és hogy nekünk Krisztus által van utunk az Atyához és a Szentháromsághoz, és ez a vízkereszti esemény, ez egy teofánia. Itt jelenik meg, itt tudjuk meg, hogy az egyisten három személy, és ez a három személy, ez a szeretet egysége. Ezt azért fontos tudni, mert Aranyszájú János úgy mondja a házasságról, hogy az a szeretet szentsége, de könyörgöm, melyik szereteti? A szeretet szentsége. Ezt fölteszi Benedek pápa is, csak hogy hozzam mindig nyugatot is. A Deus Caritas Est enciklikában azzal kezdi, hogy szeretjük a pizzát is, szeretjük a buksikutyát is, meg a feleségemet is, de ezek a szeretetek egyformák. És melyik az a szeretet, ami az Istennél az agapé, a caritas? Hogy a házasság nem egyszerűen az emberi szeretetnek a szentsége, hanem az agapénak a szentsége. Tehát azt kell mondanom, és ezt mondják a keleti atyák, hogy a házasság nem attól házasság, hogy van közöttük szexuális kapcsolat. Azt írják, az van a prostituáltal is. Mégsem házasság. Nem attól házasság, hogy jogi szerződést kötnek egymással, kötünk szerződést más területen is, és mégse hívjuk házasságnak. Attól házasság szentsége, hogy ezzel az agapéval kapcsolatba kerülnek. Ezt ünnepeljük és vesszük körül gyönyörű pompával. Tehát az agapé az a föntről való szeretet. Az a föntről ajándékba kapott, Krisztus által föltárt szeretet nekünk. Így azt kell mondanom, hogy a házasság egy férfi és egy nő teljes életközössége, mindenféle életközössége, teljes életközössége. A Szentháromság ikonja. Mi szeretjük ezt a képet használni, hogy ikon. Egy keleti ember, ha kezébe vesz egy ikont, megcsókol egy ikont, az neki nem egyszerűen egy kép, hanem egy morális feladat is. Megint, ha Harakászt idézném, ő ír az ikonok etikai következtetéseiről, hogy a fa az egy nyers fa, és erre a nyers fára ezt kell megművelni, és erre kerül rá a teofánia, a szent. Hogy a házasságom ugyanilyen nyers, vannak benne ösztönök, szenvedélyek, idő, test, pénz, kultúra, sok nyers dolog, és ezt a nyers fát művelni kell, hogy a szent rákerüljön, az a szent légkör, amit a macska nem érez, az a szent légkör, az rákerüljön a házasságomra. Tehát egy ikont, amikor mi megcsókolunk, az egy morális feladat, egy morális kihívás, hogy nyers vagy, van egy természeted, van egy történelmi helyzeted, egy kultúrád, egy politikád, hogy erre kerüljön rá a szent. Na most a házasoknak azt mondjuk, hogy a ti házasságotok is legyen teofánia. Tehát jelenjen meg rajtatok a Szent Háromságnak az agapéja. Ez meg tud történni, tehát amikor látunk ilyet, akkor egészen meg tudunk hatódni, hogy a házasok hogy mennyire tudják évtizedeken keresztül, tényleg rettenetes bűnök után is mennyire tudnak egymáshoz ragaszkodni és szeretni egymást. Egy Athos-hegyi atya, az Amilianos atya írja azt, hogy ő végigkísért egy ilyen hűtlenséget, ahol a férjet elhagyta a felesége, vagy 2 évig imádkozott érte a férje, és aztán visszajött hozzá. És azt mondja ez a szerzetes atya Athos-hegyén, úgy elszégyeltem magam a szerzetesi beképzeltségemmel, hogy ezek a házasok mennyire szeretik egymást, és mennyire ott van közöttük ez a szent agapé. Szóval a teofánia tud lenni minden házasság. Ezután jönnek a hosszú imádságok, és elkezdünk megemlékezni szent házaspárokról, újszövetségi szentekről, megidézzük itt Joákumot és Annát, Zakariást és Erzsébetet, tehát sok-sok ószövetségi és újszövetségi szentet is megemlítünk. Miért említjük meg őket? Nagyon izgalmas. Hogy itt nem arról van szó, hogy ezek pszichológiailag motiválni akarnak minket, ez nem egyszerűen egy motivációs tréning, ami itt történik, hanem azt kell tudni, hogy itt a biblikus és a liturgikus emlékezés, az anamnészis, az többet jelent, mint történelmi emlékezést, és onnan pszichológiai motiváció nyerését, sokkal többről van szó. Ha vesszük a naív felfogást, hogy mit jelent az emlékezés, a naív felfogás szerint itt állunk a jelenünkbe, és nézünk a jövőnkbe, hogy hova akarok menni, és ezek a terveim visszahatnak a jelenemre, hogy kell élnem, ha oda akarok jutni. Az emlékezés pedig azt jelenti, hogy nézek a múltamba, és emlékezem, és az emlékeim hatnak a jelenemre. Ez a naív felfogás, mert ez nem így van.
Heidegger ír arról, hogy az ember első ideje a jövő idő, a jövőnek élünk, és amerre menni akarok, az hat a jelenemre. A jelent úgy mondanánk, bocsánat, hogy ilyet mondok, hogy az vektor. Tehát be kell irányítani, hogy hova akarsz menni, és intenzitást kell adni. Tehát az nem elég, ha jó irányba állsz és tötyöröksz, hanem töménységet, dinamikát kell neki adni. A jelenünk az be kell irányítani, az nyers. Mit kezdjek a jelenemmel? És a jövőhöz orientálom, hogy mit csináljak ma. És az az izgalmas, hogy nem csak a jelenemet igazítom a jövőmhöz, hanem a múltamat is, hogy a múltamból mire emlékezzek, mi vezet a jövőmhöz, és mit felejtsek el, mit bocsássak meg, mert én oda akarok menni. Innen nézve azt kell mondanunk, hogy akinek a jövőképe bajba van, az nem tud a jelennel mit kezdeni. Szétszórja a jelenét minden irányba, nem tötyörög, nem tudja merre felé, a jelenét is szétszórja, és a múltat sem tudja elengedni. Nem tud megbocsátani, mert nincs jó jövőképe. Ez az emberi sík, és ezt az ábrát meg kell jegyezni, mert ezt most be fogjuk ágyazni egy sokkal nagyobb ábrába, tehát ez igaz, hogy a jövő időnk az első. Aszerint élünk a jelenben, és bánunk a múlttal. De ezt az ábrát be kell illeszteni egy nagyobb ábrába, és itt fogja meg mindenki az összes agysejtét, mert ez nehéz lesz, de ez fontos. Arról van szó, hogy keressük a teljes jövőt, úgy hívjuk az abszolút jövőt, hogy az én Pap Miklós kis jövője merre felé tart, ez az egész történelem merre felé tart, ezt hívjuk abszolút jövőnek, és az abszolút jövőhöz akarom igazítani az egész életemet. Az abszolút jövőt az hol látjuk, hogy merre felé van? Az abszolút jövőt, ha látni akarom, a múltba kell nézni, a Krisztus eseménybe. Krisztus a múltban föltárta a jövőt. És azért nézek először a múltba, mert Jézus nekem nem múlt, hanem Jézus az én jövőm, és először nézek Krisztus Urunkra, és onnan nézek a saját jövőmbe, meg a jelenembe, meg a múltamba. Magyarul, amikor vasárnap azt az evangéliumot felolvasom, azt sem tudom, milyen nagy tisztelettel olvassam, én nem a múltból olvasok föl egy sztorit, hogy Jézus ezt mondta 2000 éve, hanem drága házasok, a jövőtöket olvasom. Hogy így érdemes élni. Vasárnap a hét első napja, elkezdtek egy új hetet, és felolvasom nektek a jövőt. Ez nagyon izgalmas, hogy a vasárnapi liturgia az nem a múltról szól, a múltról való emlékezés, Jézus utolsó vacsorán, hanem a jövő jelenik meg. Na, amikor az esketési szertartáson ezt a sok-sok szentet megidézzük, megemlítjük őket, akkor itt tulajdonképpen azt a folyót említjük meg, amerre tart a történelem, hogy merre felé van az abszolút jövő, hogy egy keleti atyát mondjak, Zizi Ulász atya úgy mondja, hogy az egyház a jövőt tükrözi. Zizi Ulász atya sokat küszködik azzal, hogy az egyház nem egyszerűen egy intézmény, nem is egy múltbeli képződmény, amit Jézus alapított, hanem úgy mondja, nagyon izgalmas módon, hogy az egyház kezdete az eszkatomba van. Az abszolút jövő felől. És amikor elmegyünk templomba, liturgiára, mi a jövőt nézzük. És ezért mondjuk, hogy drága házaspárok, menni kell templomba. Hogy itt nem egyszerűen szép szertartáson veszünk részt, ami az esztétikai érzésünknek jót tesz, meg egy szépet éneklünk, meg találkozunk emberekkel. A jövődet látod. És azért kell szertartásokra járni, evangéliumot olvasni, hogy az neked a jövődet mutatja meg. Így azt mondjuk, hogy igenis azok a házaspárok, akik megtartják az egyház rendjét, a liturgikus rendjét is, az megtartja a házaspárokat is. Hát ezek után, a hosszú imák után jön az eljegyzés. Nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy a gyűrűk azok a feleknek a polgári szeretetét jelenti. Nagyon hozzászoktunk, a polgári kötésen halljuk mindig azt, hogy a gyűrű kerek, meg arany legyen, ilyen a szerelmetek. Nagyon hozzászoktunk, hogy ennyi. A szíreknél van egy nagyon szép gyűrű szentelési imádság, és arról ír, hogy a gyűrűkbe Isten csodálatos titkot rejtett. A keresztfa szögével gyűrűt ajándékozott az egyháznak. Tehát, hogy a gyűrűket mi nem csak horizontálisan akarjuk látni, hanem vertikálisan is. Hát az történik a szertartáson, hogy a pap a gyűrűket megszenteli, és aztán keresztet rajzol az ifjú párra, megjegyzi őket, és utána a pap felhúzza a jobb kezükre a gyűrűt. Mit jelent a gyűrű? Ha megnéznénk ezeket a gyűrű szentelési imádságokat, ezek hosszúak, és most nem megyünk bele,
Itt a gyűrűk, amikor előfordulnak a Bibliában, itt mindig az Isten hűségéről szólnak. Tehát nem a feleknek egymás iránt, hanem az Isten hűségéről, hogy bárhogy alakul gírbe-gurbán is egy történelem, az Isten hűséges, és fog nektek segíteni. Tehát amikor hordom a jegygyűrűmet, az nem csak a párom szerelmének a jele, hanem az Isten hűségének is a jele. Tehát így azt mondjuk, hogy az eljegyzés az tulajdonképpen egy háromoldalú szövetségkötés, hogy itt nem csak a felek egymással kötnek szövetséget, hanem itt ketten a nagyistennel is kötnek egy szövetséget. Ez egy háromoldalú szövetségkötés, tehát a gyűrűnek nem csak a profán oldalát akarjuk nézni. Megidézzük azt, amit a Biblia első lapján olvasunk, hogy Isten az embernek hozzáillő segítő társat akar adni. Mi ez a hozzáillő segítő? Miben segítsen? És a patrisztikus atyák sokat írnak arról, hogy itt nem arról van szó, hogy a háztartásban segítsen a nő, hogy itt szexuálisan legyen társa a férfinak. Itt nem ennyiről szól a hozzáillő társ. Miben segítő társ? Az üdvösségben. Tehát a gyűrűnk azt jelenti, hogy egymást nekünk dolgunk üdvözíteni. Mellettem ne elkárhozzon az az ember, meg tönkre menjen, hanem mellettem emelkedjen az az ember. Tehát a segítőtárs ezt jelenti, hogy egymást segítsük az üdvösség felé. Elő szokott fordulni az a kifejezés, hogy engedelmesség, az eskertési szertartásban kifejezetten, hogy engedelmeskedjen a nő a férfinak. Szeretném azt mondani, hogy egy diktatúrában az engedelmességet, ha fogadunk egy diktátornak, az az engedelmesség engem nyomaszt. Megfogadom egy idióta diktátornak, Hitlernek. Utolsó golyóig harcolni kell, meg semmi értelme, de ha egy szeretett kapcsolatban fogadunk engedelmességet, akkor az nem engem nyomaszt, aki ezt kimondom, hanem aki ezt hallgatja. Aranyszájú János azt írja, hogy az engedelmesség a férfiakat nyomasztja, azt mondja, hogy legyetek kezdeményezőek a szeretetben. Legyen rátok érdemes felnézni. Azt mondja, becézgessétek a feleségeteket. Tehát már nagyon izgalmas módon beszél arról, hogy az engedelmességet igazából hallgatni nehéz, hogy legyen rám miért érdemes felnézni. Aztán keleten ilyenkor szokott történni a gyűrűk kicserélése, hát ilyenkor odalép egy koszorús lány, vagy a tanú, és akkor a házas pároknak a kezén kicseréli a gyűrűket, ennek egy régi jelentése van, azt jelenti, hogy ők sorstársak lesznek, jóban és rosszban vállalják egymást. Azt mondtuk, a pap húzza fel a gyűrűt a jobb kezükre, a jobb kéz mindig a cselekvő kéz. Isten jobbja fölemel, Isten jobbja fontos. Itt arról van szó, hogy az ifjú pár szeretnénk, hogy az Isten jobbja legyen, cselekvő jobbja legyen ebben a történelemben. Tehát, hogy megint azt mondjuk, hogy teofánia legyen az ifjú pár. És azt mondjuk, hogy eljegyeztetik Isten szolgája, tehát az eljegyzést megint maga az Isten végzi, ő cselekszik. A bazil liturgiában van egy ilyen sor, a bazil liturgiában hosszú papi imádságok vannak, és az utolsó, egyik ilyen utolsó sor, mert te vagy az, ki mindenekben mindent művelsz, és mire a pap idáig eljut a hosszú imák után, egészen meghatódunk, hogy mindenekben mindent Isten művel. És amikor eljegyeztetik Isten szolgáját, Isten cselekszik, titeket, kettőtöket ő összeköt. Ez azért fontos, mert az embernek ez egy olyan nyugalmat ad, hogy nem csak nekem kell csinálni azt a házasságot, hanem maga Isten is összeköt minket. Az eskü szövege nálunk görögkatolikusoknál így néz ki. Tudni kell azt, hogy sok keleti szertartásban ez nincs jelen, ez egy magyar szokás, hogy ez itt van, megvan ennek a történelmi oka, hogy miért van itt. Ehhez csak annyit hadd mondjak, hogy esküszünk egymásnak, férjül, feleségül veszlek, és ígérek neked házassági hűséget, szeretetet, megbecsülést, és a nő mondja, hogy engedelmességet, és fogadom, hogy el nem hagylak, mint halálig sem, magamtól el nem bocsátlak. Pont. Itt nincs az, hogy kivéve ha. Ebben ez a nehéz. Ez tulajdonképpen két mondat az egész, és ezt kimondani, ez nagyon nehéz, hogy el nem hagylak, és el nem bocsátalak, bármi történik. Ez a feltétlen szeretet, ez az agapé. És erre mondom azt, hogy végtelen tisztelettel vesszük körül a házaspároknál ezt az agapét. Szent Teodorosz imáját mondjuk el utána, ami egy nagyon ősi imádság, és ebben csak annyit emelnék ki, hogy hányszor elhangzik az, hogy itt Isten cselekszik. Hogy te kösd össze őket, meg te egyesítsd őket,
meg te adj nekik egyetértést, te koronázd meg őket, hogy maga az Isten egyesítse az ifjú párt. A kezüket utána letakarjuk, ráteszik a Szentírásra a kezüket, és mi az epitrachélionnal, a papi ruhával letakarjuk. Ugye a római katolikusoknál a stólával összekötik a kezüket, ami a felbonthatatlan köteléket jelenti. Mi keleten letakarjuk, ez pont olyan, mint az ikonosztázion, hogy ezt nem lehet látni. Tehát, hogy az a misztérium, ami két ember között, miért pont őt, millió közül, az egy misztérium, és hogy egész életükben ők együtt akarnak élni, gyereket nevelni, ez egy óriási csoda, ezt még ők sem értik. És ezt a misztériumot, ezt mi letakarjuk azért, hogy itt titok van, itt egy csoda történik, és ezt a csodát, ezt nem lehet boncolgatni, hanem ezt a csodát, ezt körül kell venni imádsággal, és élni kell. Ezt az ajándékot, ezt élni kell. Amikor a kezüket egymásra teszik, én össze is szoktam nyomni a kezüket, így jó erősen, mint a ragasztót, hogy elmondják az eskü szövegét, és hogy itt az Isten összeköt titeket, és a sorsotokat, a kezeteket összeköti. A letakart kéz az pont olyan, mint amikor az oltára föltesszük a kenyeret és a bort. Ahogy ők ketten a jobb kezüket egymásra teszik, és ketten nyújtják az Isten felé a jobb kezüket, az pont olyan, mint amikor a kenyeret és a bort fölajánljuk. Ők is fölajánlják, ők az ifjú pár, őket az egész egyház fölajánlja, meg ők magukat. Teljesen hasonlít a liturgiához. És folytatódik a liturgia, hogy erre az ő fölajánlásukra kérjük a Szent Lelket, hogy szálljon le. Jön az epiklézis, és ez lesz majd a koronázás. Kérjük azt, hogy szálljon le rájuk a lélek, és kösse őket össze, egyesítse őket, tegye őket gazdaggá. Ide annyit hadd mondjak, hogy megint a folyamatszerűség, hogy minden liturgia epiklézis. Tehát amikor elmegyünk liturgiára, ott nem annyi történik, hogy a pap kéri, hogy a kenyér és a borra szálljon le a lélek, hanem azt is mondjuk, baziliturgiában különösen, de Aranyszájú Jánosnál is, hogy őrizd meg házasságaikat épségben, békességben és egyetértésben. Tehát azt kérjük, hogy az epiklézisben a házas párokra is szálljon le a lélek. Na, ezt nem lehet elolvasni, meg nem elég, hogy csak a házasság kötéskor leszállt rátok a lélek, hanem folyamatosan kell járni liturgiára. És ott a liturgián újra és újra kérjük, hogy szálljon le rátok, és én papként imádkozom, gondolok a házaspárokra a hátam mögött, kérem, hogy a lélek rájuk is szálljon. Azok most veszekednek, azok most betegek, azok most gyereket várnak, hogy szálljon le rájuk a lélek, és adja meg azokat a karizmákat, amire nekik szükségük van. Ez gyönyörű szép. Tehát aki liturgiára jár, ott folyamatos epiklézis történik a házasságodra, persze, hogy megtartja őket, és sokkal könnyebb így a szentségi házasságot végigvinni. Na, ennek lesz a jele, az epiklézisnek a koronázás. Most néhány nagyon szép képet szeretnék pihenésként mutatni. A koronázás, ez a pünkösd, ez a házasságnak a pünkösdje. Sokféle alakja van a koronának. A zsidó esketési szertartásban is jelen volt a koszorú, a héberül a mennyasszony azt jelenti, hogy megkoszorúzott lány, ez a szó. Nagyon izgalmas módon, aztán amikor a zsidóknál lerombolják a templomot 70-ben, utána tilos megkoronázni a mennyasszonyt, nálunk fog tovább élni a koronázásnak a szertartása. A koptoknál látunk egy ilyen diadémszerű koronát, ez az ősibb korona, az egyiken Krisztus van, a másikon az Isten szülő, ahogy Krisztus az egyházzal házasságot köt, szövetséget köt, abba ágyazódik bele az ifjú pár, gyönyörű szép. És ők királyi palástot is adnak az ifjú pára, gyönyörű szépek ilyenkor. Tőlünk keletebbre, románoknál, oroszoknál ismerjük azt, hogy ilyen nagy koronát szoktak a fejükre föltenni. Görögöknél jellemző az, hogy babérkoszorú is lehet, akár mirtuszkoszorú is lehet, hátul szalaggal összekötik. Nagyon izgalmas módon a latinoknál a 15. századig volt koronázás. A mai napon, mikor megyek a lányaimmal esküvőre, akkor szoktak szólni, hogy kellenek a koszorús lányok. Koszorús lányok, és hol a koszorú? Tehát a latin világban is úgy mondják, hogy koszorús lányok, csak hol a koszorú? Tehát ez izgalmas módon ott volt a latin világban is a koszorúzás. Aztán a latin világban a koszorú az a szüzességnek lett a szimbóluma, gondoljuk az Isten szülőt, ahogy szokták ábrázolni, sőt azt is tudjuk, mikor szüzek meghalnak, akkor halotti koszorút tesznek a fejükre. A latin világban ez elment ebbe az irányba. Keleten nálunk ez a házas párnak a koronája. Na, mit jelent a korona? Két nagyon fontos
jelentése van. Az egyik a dicsőség koronája, másrészt a vértanúság koronája. A dicsőség koronája azt jelenti, hogy hát itt folytatódik a teremtés. Nagyon hozzá vagyunk szokva, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, a 7. megpihen, mintha kész lenne a teremtés, és elszoktunk attól, hogy folytatódik a teremtés. Minden nap tesz hozzá az Úristen egy napot, és most a házasok, most egy új emberpár jött létre, egy új kezdet, egy új sejt, egy új család, folytatódik a teremtés. És megint az Isten rájuk néz, és azt mondja, hogy megáldja őket, és ez jó dolog. Aztán a teremtés folytatásához hadd mondjam azt is, hogy amikor az Isten rám bízza azt a feleséget, akkor én is részt veszek az ő teremtésében. Tehát nincs kész a feleségem. Addig nem vagyunk kész, míg levegőt veszünk. Nincs kész. És rám bízza azt a nőt, hogy a teremtését folytassuk együtt. Magyarul, hogy milyenné válik az én házastársam, ott nekem van egy felelősség, egy morális felelősségem, és a gyerekeimre ez ugyanígy igaz. Tehát ez egy dicsőséges dolog, hogy az ember részt vesz a teremtés folytatásában. Aranyszájú János úgy mondja, azért a dicsőség koronája, mert ez győzelmet jelent a szenvedélyeken. Ez ma is nagyon aktuális, és nagyon szeretném mondani, hogy aki rab, az alkalmatlan a házasságra. Tehát itt jön elő az, hogy igenis a házasság előtt szerzetes életet kéne élnünk mindegyikünknek, sokkal komolyabban venni, hogy meg kell küzdenünk a szenvedélyeinkkel, meg kell küzdenünk az erosszal, hogy azt én tisztán akarom élni a házasságban, meg kell küzdenünk a félelmeinkkel. Nagyon sok házasságban van rettegés és félelem a pénzvágyjal, be kell biztosítani az életünket, és nem tudjuk, hogy mi az elég. És az agresszióval, ezt nagyon szeretném hangosan mondani, nagyon sok családunkban van agresszió. Nem is biztos az, hogy fizikai, csak az szóbeli bántalmazás, ez a napi csipkelődés, napi agresszió, a pénzhez nem jut hozzá a feleség, nem mehet tanulni, ellenőrzöm a telefonját, ezek mind agressziók, és ezek a családjainkban ott vannak. Tehát, hogy Aranyszájú János úgy mondja, hogy az a korona azt jelenti, hogy uralkodj a szenvedélyeiden. Neked királynak kell lenni. Ne a szenvedély uralkodjon rajtad, melyikünket melyik szenvedély tart fogva, vagy bénítja a házasságát, hogy neked az a dolgod, hogy ezeken uralkodj. És egy harmadik jelentés a koronának a saját királyság, tehát hogy határokat kell tartani. Ez mutatja anyósnak, apósnak, szülőknek, mindenkinek, hogy itt az új királyság. Tehát, hogy innentől egy picit mindenki hátrébb lép, és ők majd a saját kis királyságukat berendezik. Ezt a párnak is tudni kell. Vannak, akik nagyon nehezen szakadnak el a szüleiktől, és a korona nekik is mutatja azt, hogy innentől kezdve a párod az első. És igenis el kell otthonról szakadni, és vele kezdeni új életet. A dicsőség minden tisztelete mellett a korona vértanúságot is jelent, Krisztus Urunk tövis koronáját. Olyan izgalmas az, hogy Krisztus magára veszi a messiási címeket, és ennek a vége az, hogy a kereszten ott van a feje fölött, hogy ő a király. Tehát magára veszi a messiási címeket, de a szenvedő szolgaként veszi magára. Tehát a dicsőség koronájához ez hozzátartozik, ez a fajta krisztusi tövis korona vértanúság. És itt el kell mondanunk a házasoknak, hogy a könnyű élet kísértése, hogy az ma a világnak az egyik legnagyobb hazugsága. Nagyon szeretném mindenkinek mondani, hogy óriási hazugság, hogy könnyed életvitellel te majd nagyon boldog leszel. Ez egy óriási hazugság. Ha nagyon szeretnél boldog lenni, az könnyed életvitellel nem megy. Lehet, hogy évek múlva fogsz, vagy évtizedek múlva rájönni. Tehát előre szeretnénk az ifjú párnak mondani, hogy amiben belekezdtek, ott lesz egy dráma. Ott lesz küzdelem, ott lesz sok-sok minden, hogy ne könnyen akarjatok élni, hanem azt mondjuk, hogy Krisztus kereszt halálában és föltámadásában vegyetek részt. És még egyet hadd mondjak ide a vértanúsághoz, hogy amikor megkötik a házasságot, mi keletiek nagyon szeretjük hangoztatni, hogy az első és egyetlen teljes házasság az igazi házasság. Tehát hogy az örökké megkötetik. Tehát kicsit a keletiek itt szokták vádolni a nyugatiakat, hogy a házasság mintha csak evilági ügy lenne, és csak a halálig tart. És mi keletiek azt mondjuk, hogy nem a halálig tart, hanem örökké tart ez a kötelék. És ugye ha özvegyek akarnak újra házasodni, megengedi a keleti egyház, de már nem olyan pompával történik az a második esketés, hogy az első és egyetlen házasságot mi nagyon szeretnénk komolyan venni, ami tart a halál után is. Tehát itt egy örök kötelék történik.
Ezt én nagyon mélyen akkor értettem meg, amikor anyámat és apámat is eltemettem egy fél év után, és még ott állt apám keresztje, és már is oda került mellé édesanyám keresztje, és valahol ott értettem meg, hogy minden válaszfal, ami eddig közöttük volt, értetlenség, bűn vagy homály, ezek most mind lebontott, és igazából most válnak egyé. Hogy nem a halál egyesít, de hogy a halál egyesít, hanem Krisztus egyesíti végleg azokat, akik ilyen szövetségben élnek. A korona jelenti azt is, hogy itt van egy saját kis birodalmatok, egy saját kis királyságotok, és hogy ennek a királyságnak ti a papjai is vagytok. A korona az jelent papi méltóságot is. Szeretném hangsúlyozni, hogy egymásnak papjai vagytok, meg a gyerekeidnek papja vagy. Aranyszájú János erről nagyon sokat beszél, hogy én a gyerekednek heti néhány órát vagyok a papja, de te 24 órában a papja vagy. És a feleségednek is. Tehát itt ki kell azt találniuk a házaspároknak, hogy kialakítsák a saját családi spiritualitásukat. Erről nagyon sokat szoktam beszélni, hogy egymás lelki vezetése, csip-csup ügyekkel mi nem szaladunk a paphoz, lelki vezetőhöz azonnal. Van házastársad, amit vele kell először megbeszélni. Tehát, hogy egymásnak ti lelki vezetői vagytok, meg a gyerekeidnek lelki vezetője vagy. Nagyon szeretnénk fölemelni ezeket a gondoskodó, rendes apukákat, anyukákat, hogy nem csak így, nem csak a család anyagi oldaláról mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk, ez is egy komoly gond, én tudom, de nem csak erről kell gondoskodni, hanem te papja is vagy annak a családnak. A család lelke milyen? És itt olyan feladatok vannak, ez nagyon nagy házi feladat, hogy hogyan imádkozunk együtt, hogy az egyházi közösséghez hogyan tartozik a mi kis egyházunk, hogy a mi családi naptárunk mennyire tartja az egyház naptárát, az advent, a böjt, a szerdák, a péntekek, hogy lelki gyakorlatra együtt menjünk, ne nyíljon szét nagyon az olló, hogy az egyik elkezd túlbuzgón vallásos lenni, a házastársa elmarad, hanem együtt fejlődni, együtt járni lelki gyakorlatokra, képzésekre, hogy szentségekhez együtt járuljunk, együtt járulni, családi zarándoklat legyen az életünkben, minden évben legyen családi zarándoklat, családi fogadalom akár, családi aszkézis, legyenek családi ikonok, amit a gyerekeink tovább visznek. Szóval itt egy nagy munka van, hogy a családi spiritualitást minden családnak ki kell találni. Azért kaptad a koronát a fejedre, hogy itt ezért te vagy a felelős, hogy ennek a családnak milyen a lelke, milyen a lelkisége. És itt megint szerzetesektől mi sokat tudunk tanulni, és azt is mondom, hogy böjtöt is, imádságokat is, szokásokat is, ezek fontosak, de hogy a családnak van egy saját spiritualitás, amit nektek kell kitalálni. Megyünk tovább, ekkor jön az apostoli olvasmány, amikor Szent Pál arról beszél, hogy nagy titok ez, ami itt történik egy férfi és nő között, azt mondja, ez a nagy titok, ezt én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Ez azért fontos, mert a keleti teológia hangsúlyozza, hogy a házasoknak mi nem azt mutatjuk föl, hogy egy ilyen távoli eszmét, hogy kell szeretni egymást, hanem fölmutatunk egy már megvalósult szeretetet. Ez egy fontos különbség. Arisztotelész úgy beszél, hogy fölmutat ideákat, erényeket, hogy kell élni. Kant fölmutat kötelességeket, hogy azok vannak, úgy kell élni. Az egyház nem egy ilyen távoli ideákat mutat föl, hanem egy már megvalósult szeretetet, ami Krisztusban megvalósult, azt mutatja föl, és azt mondja a keleti egyház, hogy ezt kell utánozni. Ez nagyon fontos kifejezés, az utánzás, tehát, hogy nem elérhetetlen, absztrakt ideákat tárunk az ifjú pár elé, hanem egy Krisztusban már megvalósult feltétlen szeretetet, és ezt őrzi az egyház, ezt a feltétlen szeretetet, és ezt akarja felmutatni minden párnak. Itt szeretnék arra a vádra reagálni, hogy olykor megkapjuk, hogy az egyház miért ilyen maradi, hogy nálunk nincs elismerve a válás, és miért ragaszkodunk még mindig ehhez. Szeretném azt mondani, hogy az egyháznak dolga, hogy azt a csúcs szeretetet, ami megjelent Krisztusban, azt felmutassa. Hogy ezt ki milyen szinten tudja átvenni, az már egy második kérdés. De mi nem köthetünk egy kompromisszumot, hogy eleve azt a szent agapét, azt leszállított áron mutatjuk be. Tehát az egyház azt mondja, hogy lehetséges. És nekünk a csúcs szeretetet, azt az igazi szent, azt nekünk föl kell mutatni, ott nincs kompromisszum. Ezt úgy hívja a keleti teológia, hogy ez az akribia,
hogy pontosan és szigorúan és csorbítás nélkül azt a megjelent agapét nekünk föl kell mutatni. És a családoknál történik baj, meg bűn, meg elhagyás, akkor jön az oikonómia, akkor jön az irgalom, akkor jön a pasztorális gondolkodás, a B-terv, de hogy nem engedhetünk az A-tervből. Nekünk az hűségesen föl kell mutatni, emberek lehet így élni. Szent Pál azt is mondja, itt most mondok egy nehezet, hogy az egyház, az a családok egyháza abból fog felépülni, ahol Krisztus a fő, megint ziziulászatját hadd idézzem, azt mondja, az egyház nem egy intézmény, hanem egy esemény. Újra és újra létrejön, mindig létrejön egy sejtje. Most ti jöttetek létre, tehát egy kis egyház csatlakozik a nagy egyházhoz. Az egyházunk az egy érték közösséget jelent, és itt szeretnék mondani egy kemény dolgot. Ha szeretnél a házastársaddal az életnek ezen a nehéz pályáján végigmenni, akkor olyan házastársat válasz, akinek ugyanilyen az értékrendszere. Az ortodox atyák sokkal keményebbek, ők azt mondják, ateistával nem lehet házasságot kötni. Nem lehet is kész. Más felekezetűvel megvannak az engedélyek, keresztényel, de ateistával nem. És én szeretném hangosan kimondani, azt lehet ezért fogok kapni, hogy a rendszerváltásig mi úgy beszéltünk, hogy nem baj, csak rendes legyen. Mert ugye előző rendszerben tudjuk, ki hogy tudott keresztelni, ki hogy nem, de már azóta eltelt nagyon sok idő, és nagyon szeretnénk a legjobb hittanosaink, énekkarosaink egyszerűen azt nézik, hogy szimpatikus a másik, vagy nem. És azt kell mondanom, ha szeretnél teljes szentségi házasságot, akkor olyat keres, akivel tudsz együtt áldozni. Akkor fogod a házasság szentségét teljesen megélni. Tehát az, hogy rendes a másik, lehet anonim keresztény, Karl Rahner óta ezt tudjuk, értjük, vannak házasságok, ahol ez működik, de akik választás előtt állnak, azoknak nagyon szeretnénk mondani, hogy nem elég, hanem azon az értékrendszeren belül, amit úgy hívunk, hogy egyház, azon belül keres olyat, akinek olyan az értékrendszere, mint neked. Lehet menni olyan emberrel is, aki fél lábával sántikál, és mehetsz vele, haladhatsz vele, ha te ezt választod, de mennyivel könnyebb olyannal, akinek mindkét lába olyan, mint neked, és tudtok szaladni. Tehát én szigorúbb vagyok ezen a területen, és azt mondom, hogy ha igazán szeretnéd a házasság szentségét teljesen megélni, olyannal kös házasságot, akivel együtt meg tudtok áldozni. És ezzel nem csak én vagyok így, ezt majd Meyendorf is mondja, a házasság szentségét teljesen megérteni az eukarisztia nélkül nem lehet. Nem lehet. Ezek után jön a kánai mennyegző, gyorsan lapozok, nem sok dia van. A kánai mennyegző evangéliuma, nálunk görögöknél mindig ez az evangélium, tehát nem lehet válogatni, hogy a pár mit akar, hanem mindig ezt mutatjuk föl. Itt tulajdonképpen mi történik? Az atyák, Nazianzi Gergely és Aranyszájú János is arról ír, hogy itt a víz és a bor átváltoztatása tulajdonképpen az eukarisztiának az előképe, hogy a természetesből, a nyersből lesz valami szent. És itt a párral ugyanez történik, hogy két ember szereti egymást, és ők fölemeltetnek egy magasabb szintre, házasság szentségének a szintjére, és ez a diám a legfontosabb, ha még bírnak figyelni, hogy itt ez a fölemelés történik. A vízből bor lesz, a kenyérből és a borból eukarisztia lesz, a saját életünkre vonatkozóan pedig a keresztelésünk az jelent, morálisan úgy mondjuk egy opció, fundamentális, egy alapdöntést, azt a légkört, ahogy én látok mindent, és ahhoz igazítom a napi lépéseimet. Tehát az embernek a keresztelése az egy alapdöntés, egy alapszemüveg, egy alaplátásmód. Na most, amikor házasságot kötünk, az olyan, mint egy közös opció, fundamentális. Ezt Hopkó atya úgy mondja, hogy a házasság az emberi szeretetnek a megkeresztelése, ennek a közös szeretetnek a megkeresztelése. Magyarul nem ügyekre kötök veled házasságot, hogy amíg egészséges vagy, meg amíg nem akarsz Londonba dolgozni, tehát nem dolgokra kötünk házasságot, hanem egy teljes életre, veled. Ez egy opció, fundamentális, hogy együtt megyünk és együtt vállalunk mindent, ami ezután jön. Ez a kánai történet, ez tulajdonképpen az eukarisztiát idézi meg. Az első századokban azt tudnunk kell, hogy a római jog szerint megkötötték a házasságot, és elmentek a szent liturgiára, és ott megáldoztak együtt. És tulajdonképpen az eukarisztia kötötte össze az első időkben a házasságot. Ez fontos tudni, mert olyan jó lenne, hogyha tudnánk tartani, amit Tertullianus mond, hogy a házasságot az egyház rendezi, az eukarisztia megerősíti, az áldás, a papi áldás megpecsételi, az angyalok feljegyzik a mennyben. Meyendorf úgy mondja, a házasság szentségét lehetetlen megérteni az eukarisztia nélkül, azért, mert ami az eukarisztiában történik,
az kellene, hogy történjen velünk, az a kenyér és a bor átistenül, szenté válik. És nekünk az a dolgunk, hogy a házasság útján átistenüljünk. Tehát nem csak polgári feladatunk van, hanem hogy szenté váljunk ezen az úton, és megszenteljük a házastársunkat és a gyerekeinket is. A 15. századig tudjuk azt, hogy megáldoztatták a házasokat, ez itt volt ez a rész, amikor előre megszentelt áldozattal, ilyenkor megáldoztatták a mennyasszonyt és a vőlegényt, és az eukarisztia kötötte őket össze. Szerintem izgalmas lenne valahogy megtalálni azt a módot, hogy ez a házaspárjaink nászliturgián vegyenek részt. Én ezt úgy csinálom, hogy megtartjuk a szent szertartást, és azt követő vasárnap, vagy két héttel később kérem azt, hogy az ifjú pár jöjjön el, akár a szülőkkel, és most már az ünneplés izgalmán és idegén túl, nyugodtan üljünk le, és tartsunk egy nászliturgiát. És akkor az egész közösség értük imádkozik, az egész egyházunk, hogy itt van egy új család, és ők is nyugodtabban imádkoznak, és tudnak együtt áldozni. Tehát valahogy segítenünk kell, hogy az eukarisztia visszajöjjön a házassághoz, már a párválasztásnál is, és később is egész életükben az eukarisztia legyen ott a házasságukban, ami kíséri őket. Ezek után van egy nagyon szép kis körmenet, amikor megfogjuk az ifjú pár kezét, és az evangéliumos könyvet tartva három kis kört tartunk az eskető asztalka körül. Hát itt azt énekeljük, hogy Izaiás örvendj, ez görögül, ez a koreó, ez azt jelenti, hogy táncolj, örvendez, hogy mi is történik. Itt sokféle lehet ez a körtánc, ezek mind nagyon szép képek, és az ifjú pár ilyenkor nagyon boldog. Megmozdulunk, és mi történik itt a körmenetnél? Utolsó előtti diák. Ez körmenet is, meg haladás is. A liturgikus mozgásoknál kétfajta mozgásunk van. Az egyik, amikor megyünk innen-oda, ez egyenes vonalú vonulás, Smémanatya erről nagyon sokat ír, az egész életünk az mindig emelkedés. Tehát egyenes vonalú haladás közelebb a mennyek országához. Ugyanakkor olyan mozgásunk is van, ami körmenetek, gondoljunk a húsvéti körmenetre, hogy itt van a misztérium, és azt körüljárjuk. Nem tudjuk megérteni, meg behatolni a titokba, de hogy körüljárjuk, hogy itt van, nem valahol az út végén, halálunk után, hanem most itt van velünk a misztérium. Nekünk minden mozgásunk tulajdonképpen ilyen kettős, hogy már itt van velünk a misztérium, és haladunk is a beteljesedés felé. Na ebben a körmenetben ez van benne, hogy megfogjuk az ifjú pár kezét, és az első lépéseket azt a pappal tegye meg, az Krisztussal teszi meg az életben ezeket az első lépéseit. Régen a pap a házig kísérte, a templomtól a házig kísérte az ifjú párt, ma ez ilyen kis körmenet maradt. Amit látunk a fekete-fehér ábrán, tulajdonképpen ez valósul meg, hogy már nem ketten járják a házas útjukat, hanem már Krisztus is velük van. Ezután van a magyar szertartásban a mennyasszonynak a megáldása. Hát ez egy nagyon megható rész, tulajdonképpen a zsengét, ahogy a búzát, az kisiskolás gyerekeket, az új keresztetet, mindig a zsengét bemutatjuk az Istennek, hogy a zsenge az a törékeny, azt kell nagyon félteni, hogy a zsengén legyen az Isten áldása. Nagyon megható, én a magam esküvőjén itt érzékenyültem el nagyon, hogy ez egy nagyon megható rész, hogy itt kérjük a zsengére az Istennek az áldását, azért, hogy a nő a családos hivatását el tudja látni, a férjének jó társa legyen, meg jó anya legyen, és a fátyol, amit ilyenkor használunk, szeretném mondani, hogy az erényeket jelenti. Írnak erről a keleti atyák sokat, hogy ne ékszerek, meg festék, meg ezek cizomázzák föl a keresztény nőt, hanem az erények, erényekben ékeskedjen, és abban legyen gazdag. Ilyenkor megáldjuk az anyát, és utána a kezeket összeillesztjük, a koronájukat levesszük, és ilyenkor van egy olyan szép imánk, hogy az Isten őrizze meg az ő koronáikat az életük végéig, és majd adja vissza nekik. Sikerüljön úgy végigfutni a házas élethivatást, és utána kivonulunk, és ilyenkor jön a rizset szórnak rá, meg a mindenféle népszokások. Erről csak annyit hadd mondjak, hogy a népszokásokat nem kell kiirtani. A népszokások azok vidámak, mindig színesek, mindig a kultúra megjelenik bennük. Az esküvői szertartást, amikor ilyen népszokások veszik körül, azok szép dolgok és jó dolgok, és nem kell ezeket bántani. Nyilván ez ne jelentsen le részegeskedést, hanem szép népi hagyományokat jelentsen. Tehát amit én szerettem volna ezen a mai estén, menjünk végig az esketési szertartáson, és
És ne csak ámuljunk, hogy milyen szép, és ne csak liturgia történeti szempontból nézzük meg, hogy mi miért van, mi mit jelent, hanem mindig az etikai aspektust is, hogy ezt vonatkoztassuk a saját életvezetésünkre, a saját házasságunkra, mert az egyház mindent kínál, te mindent megadtál nekünk, így mondjuk a bazil liturgia végén rendkívül megható, mire eljut a pap edáig a sorig, te mindent átadtál nekünk. Az egyház kínálja az agapénak a teljességét. De ezt át is kell venni. Tehát itt, ha szeretnénk a házasság szentségét jól megélni, akkor ezt nekünk át is kell venni. Az utolsó diám az a feladat lenne, amit hát majd, ha visszanéznek, akkor jobban át tudják olvasni, a házi feladat. Azt mondtam, hogy Krisztus az agapét hozta el, a föntről való szeretetet, és ezt nem lehet elolvasni akármilyen önismereti könyvből, meg házasság terapeuta könyvből, hanem ehhez az evangéliumot kell elolvasni. Tehát azt kell kideríteni, kinyomozni, ezt a szót hadd használjam, hogy Jézus Urunk hogyan szeretett. És nekem úgy kell szeretni a páromat. Tehát ezt az agapét, ezt nem emberektől tanuljuk, ezt Krisztus Urunktól tanuljuk, és ez elő kell venni az evangéliumot, és ilyen feladatokat adtam, hol derül az ki, hogy Krisztus szeretete ajándékszerű. Megelőző, hol szeret előre, hol látjuk azt, hogy okosan szeret, vagy hol van az áldozatvállalás, hol látszik azt, hogy karakteres, hogy férfiasan szeret. Tehát itt sok-sok jelző van felsorolva, nyilván még többet is ki lehet találni, de azt fontosnak tartom, hogy ezzel foglalkozzunk, Jézus Urunk hogyan szeretett, és igyekezzünk ebbe a szeretetbe bekapcsolódni, és így szeretni a házastársunkat. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. A magával sodró erejű előadásodat. Hadd mondjak egy nagyon személyes belső érzést. A püspököt kihagytad, hogy mindenki tanulhat ebből az előadásból, de a szerzetes belevetted. De most a szerzetes püspök szólal meg, senki meg ne botránkozzon, az előadásod hallatán egy kicsit megbántam, hogy én nem házasodtam meg, mert micsoda kincs, micsoda lehetőség ezt ilyen értékesen megélni. Egy nagyszerű feladat, nem csak házi feladatot adtál, hanem mindazok, akik így vagy úgy érintve vannak a házasságban, vagy azért, mert házasságban élnek, házasságra készülnek, vagy te is mondod, gyermekek készül házasságra, vagy egy lelkipásztor, én magam is, aki házasságra készít, vagy fiatalokat, vagy akik diákokkal fogjunk kapcsolatban, és hogy fölmutassuk nekik ezt. Szóval mindnyájunkat olyan gazdag tartalommal gazdagítottál, hogy ezen valóban sokat-sokat lehet még gondolkodni. És hát persze, hogy visszatérjek saját magamra, én már egyszer mondtam egy igent, ami nemet is jelentett, és a másik életben, az Istennek szentelt életben nyilván ugyanilyen nagyon-nagyon gazdag kibontakozási lehetőség van. Egy kérdés érkezett, sokan követték, több mint 100-an követték az előadásodat, ami arra vonatkozik, hogy a görög katolikus és az ortodox egyház felfogása, házasság felfogása között milyen eltérés van, és ez hogyan oldható föl. Ez érkezett, utolsó kérdésként nem is szaporítom, hiszen egy kicsit túlszaladtunk az időn, de hogyha erre válaszolnál, akkor megköszönöm. Először is annyit hadd mondjak, hogy egy szerzetes atyát hadd idézzek, aki arról beszél, hogy minden szerzetes is házas. Hogy ő is abban a szent szerelemben van a vőlegénnyel, minden szerzetes is házas, és ha egy nyugati teológust idézek, az pedig azt mondja, hogy minden házas remete. Minden házasnak van egy belső olyan remetéje, amivel... Tehát ez nagyon izgalmas, hogy minden házas is szerzetes és remete, és minden szerzetes is házas, hogy a két életforma messze nincs egymástól annyira messze, mint ezt gondoljuk, hanem mennyire közünk van egymáshoz, és tudjuk egymást segíteni a beteljesedés felé. Na, hát az ortodox világgal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy úton vagyunk. Tehát, hogy
az egyetlen igazság felé úton vagyunk, és mindig hozzuk azt a képet, hogy keleten és nyugaton a kérdések is, meg a válaszok is úgy el vannak szórva, és érdemes figyelni keletnek a kérdéseire, meg a megoldásaira, meg nyugatnak is a kérdéseire és a megoldásaira. Azt mondom, hogy úton vagyunk, érdemes figyelni egymás teológiáját. Én azt kifejezetten szeretném hangsúlyozni, hogy az újabb ortodox teológia az roppant izgalmas. Akár Görögországban, akár az Egyesült Államokban csodaszép ortodox teológia virágzott ki. Szeretem őket ajánlani, és szeretem őket olvasni. Ők ezt a párbeszédet ők is sokkal jobban érzik, hogy a kelet és nyugat válaszai azok mennyire össze kell, hogy tartozzanak. Tehát igazából azt mondjuk, hogy a lényeget illetően a görögkatolikus és az ortodox házasság felfogás között a lényeget illetően nincs különbség. Nincs. A lényeg arról szól, a szentségi házasság, hogy egy férfi és egy nő Krisztussal. Tehát attól szentség, nem attól, hogy együtt élünk, attól szentség, Krisztus, hogy az agapéval kapcsolatba kerülnek, ez a lényeg. Aztán, hogy hogyan alakulnak az egyházakban a problémák kezelése, és gondoljunk arra, hogy az ortodox egyházakban bűnbánó szertartás keretében megáldják a második házasságot, esetleg a harmadikat is, negyediket már semmiképp, hogy nálunk keletiek, itt görög katolikusoknál, meg a latin világban is inkább az az út járható, hogy érvénytelenítik a házasságot, ha úgy látszik, hogy ennyire tönkre ment, hogy hogyan oldjuk meg ezeket az zátonyra futott házasságokat, ezek már történelmi különbségek, de a lényeget illetően nincs különbség a szentségi házasság között. És még egyszer szeretném mondani, hogy ők még markánsabban hangsúlyozzák, hogy a szentséget azt tudja átvenni, hogyha keresztény emberrel kötsz házasságot. Én az utóbbi időben nagyon azt érzem, hogy ezt elengedtük, és a legjobb lányaink, fiaink bekerülnek egy egyetemre, találnak egy sármos hapsit, és már azt hiszik, jó házastárs. És nem biztos, hogy annak való, hanem tessék olyat keresni, akivel tudsz együtt áldozni, együtt gyónni, együtt gyerekeket elvinni, megkeresztelni. Tehát ha egyformán tudunk a szentségből részesedni, akkor csoda nagy mélységeit tudjuk a házasság szentségének megélni. Nem tudom, Püspök atya, tesz még hozzá valamit. Hát köszönöm szépen, én most már csak lezárom ezt a mai estét, egyben bejelentve azt, hogy a következő előadásunk április 7-én lesz. Házasságról volt szó, az a javaslatom, hogy az Isten szülőhöz szóló imádságot énekeljük el. Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, molasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Mert szülted nekünk Krisztust az üdvözítőt, a mi lelkünk szabadítóját. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak.